Egy újonc otthonában kezdeni a szezont nem tartozik az edzők álmai közé, Lucsánszky Tamás is tartott a nyíregyháziak budafoki vendégjátékától. Természetesen 3 pontért utazott a fővárosba a Spari, és végül be is gyűjtötte azokat a bajnokság egyik esélyesének tartott nyíregyházi gárda. Az első fél óra végén Dragoner szerezte meg a vezetést, majd az 53. percben Csirus állította be a végeredményt. 80 percen keresztül kontrolláltuk a mérkőzést, helyenként jól látványos dolgokat csináltunk. Az utolsó 10 perc az kicsúszott a kontrollról, és ott voltak problémáink. Remélem, hogy tanultunk belőle, és annak különösen örülök, hogy nem került esetleg pontokba. A csapatkapitány Rudolf Gergely elégedett volt a mutatott játékkal, de mint mondta, akkor lesz igazán értéke a sikernek, ha vasárnap legyőzik a Budaörsöt. Fontos lehet, főleg itthon hazai kezdenség előtt első mérkőzés ebben a bajnokságban, úgyhogy nagyon szívjuk magunkat, és nagyon szeretnénk szép futballal itthon tartani a 3 pontot. Nem tudom, hogy mennyire lesz erre alkalmas majd a pálya, hogy szép focit játszunk. Úgyhogy én bízom a csapatban, gondolom jól dolgoztunk a héten a nagy meleg ellenére, de ez nem okozhat gondot, vagy nem lehet kifogása a hétvégén majd ez az időjárás, úgyhogy már nagyon várom a vasárnapi fordulót, és azt, hogy nyerjünk és gólokat szerezzünk. A forduló további párosítása a következő: Gyirmut Zalaegerszeg, MTK Budapest Cegléd, Mosonmagyaróvár Siófok, Sopron Csákvár, Grosics Akadémia Békés Csaba, Kazincbarcika Vác, Soroksár Szolnok, Dorog Budafok és Győr Kisvárda.